Az, az a lényeg, akkor reggel megyünk a bíróságra, és erről van valami papír, hogy önöknek most, hogy önök itt minket most elküldenek. Minden dokumentáltam. Ebből kaptunk. Dokumentációból? Igen, tehát már hogy milyen alapon kell nekünk innen elmenni. Hát az alap az az, hogy felhívtuk az önök figyelmét erre. A személyes létesítmény biztosítási intézkedés szettek hólapja megtalálható. Én úgy gondolom, hogy erre a dokumentációra lehet hivatkozni, ami most kettőnk között zajlott. Ennek meg pedig úgy gondolom, megmondanak a jogi eljárási rendje, hogy ezt a dokumentációt. Ezt én úgy gondolom, hogy a bírósági eljárás során természetesen fel lehet használni. Gondolom egy írásbeli dokumentációként. Képi dokumentálás, ami az eljárás során a bíróság által ki lehet nyomtatni, nem? Kikérhető és megnézhető. De ahogy a területállítási központnak az intézkedéséből kaphatunk egyet? Azt most nem tudjuk esetleg mutatni. Azért én azért lennék ezzel szkeptikus, mert hogy a korábbinál sem volt. Megmutatjuk most. De ha kell, akkor tudunk arra intézkedni, hogy egy ide kerüljön. Addig, amíg a pakolásuk megkészül, addig lesz a pak. 6651-es. Le lehet fotózni, lehet bármit csinálni, vele itt van az álma, erre lehet hivatkozni. Billy, menj vagy, akkor ezt fotózzuk le, itt a 6651-es, október 3-án. Ja, értem, hogy jön a... Hát akkor csak ennyit kellett volna mondani egyébként, hogy ide valaki... Hát nézzük, nem arról van szó, hogy mi nem voltunk kompromisszumok készek, amikor valamit kellett csinálnunk. Akkor miért nem csináljuk azt, hogy a föntit addig, amíg a izraeli államfő jön, addig ide lecuccolunk, és amikor elmegy, akkor az izraeli államfő nem a területesi központhoz tartozik, tehát ezért nem tudunk nyilatkozni, és nem tudunk kompromisszumot kötni, az a készleti rendőrség. De hogy ebben az esetben tudtuk volna normál keretek között azt mondani, hogy... Ja, önökkel igen, hanem én azt gondolom, hogy itt most a terrorállítási központ vezetőségétől jött egy olyan dolog, amikor azt mondhatta volna, hogy fel három napra az, hogy egy kaput hagyjunk nyitva. Akkor az, hogy késve jött. Hát, akkor nincs ezzel nem túl probléma. Tehát ezzel szerintem megint nem, mert volt már ilyenre példa, és azt hiszem, hogy lehetett volna most is. Szerintem azt nem az én tisztán eldönteni. És ezt nem tudjuk megbeszélni? Tehát, hogy ön most nem tudja felhívni azt, aki intézkedett, hogy mi lenne? Én mondom, ez nem csak a területes központ által, tehát személyről szóval személyek vannak írva, ha jól elolvasta, és majd meg tudják nézni a felvételen. Tehát itt nem a miniszterelnök személyről van szó, mint amire valamikor ki lett adva egy létesítményvédelmi intézkedést, hanem ide látogató védett személyekről szól. Plusz az izrael állam nagykövetéről. Semmi kompetenciám nincs ebben dönteni. Mivel a létesítményvédelmi intézkedést nekünk kell kiadni, hiszen ez a miniszterelnök úrnak a lakóhelyéhez tartozik, ezt nem adhatja ki más, például a készülléti rendőrség parancsnoka sem. Ezért nekünk kellett ezt meghozni. Egyrészt mellett hosszú távon az ide látogató... Nem, ezért mondtam, hogy az izraeli nagykövet, erről szól ez a létesítményvédelmi, holnapi nap folyamán, illetve mai nap folyamán fog megjelenni egy hivatalos programon itt, ami ki is van táblázva, ezt láthatták. Azt láttuk, igen. Ezen kívül ide várhatók más életszemélyek. Ezt ne kelljen nekem megmondani, hogy kit vár a miniszterelnök úr, vagy kit nem vár. Egyébként ez Bigel is hallottak, valamikor egyeztetőre mennek be. Értjük. Világos, azért mondom, hogy meg lehetett volna azt csinálni, hogy addig a felső sátrat ide lehozzuk. Meg lehetett volna, most van egy helyzet, amit meg kell oldani viszont. De hát ezt ön nem tudja megbeszélni a vezetőjével, aki ezt... Még egyszer mondhatom. Én csak annyit, tehát a gyülekezési gyakorlásokat nem az ellehetetlenítésekor itt most már lassan... Nem tudom, mennyi ideje zajlik itt a demonstráció. Egy hosszú időn áttartó demonstráció folyamán jöhetnek olyan egyéb plusz tényezők és információk, ami alapján értelemszerűen, hogy a területesi központ főigazgatója is felülbírálja ezeket az intézkedéseket. Tehát vannak olyan plusz információk, amely miatt az intézkedés meghozatalra került.
ezért kell nekünk ezért az, ennek az intézkedésnek érvényt szerezni, és a területet lezárni, és ennek is érvényt szerezni. Itt ez a lényeg. Itt érzem, csak ezt lehet nem másképp is, tehát erről is szólt a bíróságnak a döntése, hogy bizonyos esetekben ezt lehet másképp is megoldani, mint a gyülekezést betiltani, adott esetben most megszüntetni. Természetesen, Póka úr, ezért van ez, hogy most ezt így kell ennek érvényt szerezni, amennyiben természetesen ez a bíróságon értelemszerűen jogorvoslattal fognak élni, vagy az arra jogosult szernél, úgy értelemszerűen mindenkinek bizonyítania kell azt, hogy ki milyen intézkedéseket és magatartást normosítva ezzel kapcsolatban. Jó, oké. Hány óra alatt? De ennek egy szó, 5 perc alatt viszont nem tudom. Ennek meg most innen, vagy szántukból, vagy ma hanem minden szántukból. Nyilván én értem. Világos. Értem. Nincs kedvünk bereket. Így van, meg mi sem szeretnénk értelemszerűen azokkal az eszközökkel élni, hogy személyes szabadságot Én nincs kedvem most korábban most ehhez. Rá is a derekkal, hogy becsipkült. Nyilván. Hát mikorra hoznának, mi is hozunk még valahány embert. De az már nem ilyen, ugye. Nincs értelme ennek. Világos látom én ezt. Jó, akkor egy kis türelmet, jó? Megbeszéljük, hogy ott cuccolunk. 5 percből vagyunk 15-nél. Ja, de nem az a lényeg, hanem hogy a pakolás technikai részét beszéljük. Meg mindenképpen pakolunk, csak hogy akkor hogyan. Jó, tehát gondolom, hogy nem most jön azonnal a tűzbeli. 3 nap alatt költöztem el. De amennyiben elkezdenek pakolni, tehát ennek eleget tesznek, és most ki tudja azt nyilatkoztatni, hogy igen, akkor most az én területet elhagyják, úgy értelemszerűen az intézkedésekre addig nem fog sor kerülni, amíg azt nem tapasztaljuk, hogy nem akarnak ennek. Mindenképpen elmegyünk, csak akkor megbeszéljük, hogy hogyan, miként, hova. Jó? Mert akkor így nem, tehát akkor mindenképpen elmegyünk. Én azt mondom, hogy cuccoljunk fel egyelőre a Csányihoz. Most ugye úgyis holnap reggelig vagyunk ott, igen, holnap reggelig. És akkor ott legalább normálisan össze tudunk pakolni a cuccainkkal. Laci, meg kéne jönni a ti autótokkal, és innen az apróságot rögtön bepakolni az enyémbe, és akkor így jön, innen arra fölfele. Van fenn a izé a teautós rendszer, szóval a tudjuk elvinni. Hol a teautót? Hát ja tényleg, az izé a figyelj a föl tudod hívni a... Két. Itt van nálunk, ahogy hívják a Molnár Józsi. Dorogon. Dorogról, Dorog. Molnár Józsi. Hívj már fel itt, mert ő ott alszik, őt ott hagytuk az izével a... Hol van fönn által? Oda föl jött éjjel. Mondta, hogy jövünk ide, hát hajnalba jönni akartunk. Aha. Ide. Mert akkor ő az úgy... Van a Józsi? De akkor van kis teherautó. Van egy kis teherautó. A Józsi, a koppányos Józsi. De akkor csak fönn, mert fönn van a telefonom. Kiugrott. Akkor hívj már fel a Józsit, hogy jöjjön, addig elkezdünk. Gyere már egy kicsit. Oda vigyük le az egyik sátort, pakoljuk fel, hogy tudok adni áramot, hangot, mindent. Hogy tudom főzni, tudok. Szervusztok! Ezeket hagyjuk.